üdvözlünk újra a válogatottban, közel másfél év után, ha jól néztem. Mesélj, hogy érzed magad ismét a lányokkal. Izgatott vagyok nagyon, most kezdjük az első kézilabdás edzésünket. Rég volt már tényleg ez az utolsó válogatott beli szereplésem. Tényleg várakozásokkal teli, amikor felé volt fogva, hogy szeretné megnézni, hogy hogy állok. Nagyon boldog voltam, mondtam, hogy pont most van az az érzés, amikor azt érzem, hogy fizikálisan is készen állok arra, hogy visszajöjjek. Majd most meglátjuk, hogy mit tudok hozzátenni ez a két edzéshez, és hogy attól függ, hogy a meccsen is tudok-e szerepelni. Hát a Nonitot, a Háfra Noémitot nagyon régen láttunk. Most erre vagyunk kíváncsiak, hogy milyen alapotban van, megnézünk. A meccseken láttam, de sajnos a Bundesligában is nagyon keves lehetőséget kap. Mesélj, hogy érzed magad újra a lányokkal, újra a válogatottban, ugye talán bő egy év után, hogyha jól néztem. Mindenki jól fogadott, igazából jól érzem magam itt, minden tökéletes. A szövetségkapitánya mit beszéltél, hogyan jutottatok el odáig, hogy ismét itt vagy a válogatottal? Hát a Vovával attól függetlenül elég sűrűn beszélünk, szóval nem arról volt szó, hogy most akkor egy évig, 3-4 évig nem beszéltünk semmit. Igazából úgy gondolta, hogy szerintem most itt van a helyem, és én mondtam, hogy természetesen. A Kácsor Grétát folyamatosan jó teljesít a BL-be, a bajnokikén, és bízom benne, hogy most kivételesen az formát meg ide válgatottba is tud múlt átvetíteni, ezért nagyon fontos lenne, hogy nem a irányító, hanem a bal átlővel oldjuk meg a bal posztot. Én nemrég klubváltáson is átestél, mesélj, hogy érzed magad Németországban? Nagyon jól érzem magamat kint, erre volt szükségem, erre az intenzitásra, erre az odafigyelésre, hogy én visszatérjek arra jó intenzív játékra, amiben én voltam kicsit régebben, még sérülésem előtt, úgyhogy jó úton járok. Volt ez az egy hónap, amíg ez az átszokás, felvenni a lendületet, az nagyon nehéz volt. Nem vagyok egy türelmes személyiség, úgyhogy volt egy kis megakadás ebben, már mint számomra, hogy miért nem sikerül elsőre, amit én szeretnék. Hát persze, mert a testem még nem állt készen arra, hogy lefussak bárkit is, de most már azt érzem, hogy igenis sikerül, és hogy idővel minden szépen lassan visszajön. A játékidő, amit hiányzik neki a klubjába, az mindig bemutatkozik válogatottba is. És mondom, azért fontos, hogy itt van, az megnézünk, utána meg megbeszélünk, hogy mivel tudunk neki segíteni, hogy mi hamarabb jó formában legyen. Azt látjuk is, hogy jó formában vagy a klubodban. Át tudod ezt menteni a válogatottba is? Nagyon szeretném, ez a célom. Nyilván nehéz, de tényleg ez lenne a célom, hogy itt is ugyanolyan formában tudjak játszani, mint otthon. Ráadásul azért mondjuk az olimpiai selejtezőre nagy szükség lehet egy jó formában lévő Háfra Noémire, hiszen azért itt a bal átlövő poszt mondhatni kicsit hiányposzt a válogatottban. Én is így gondolom, és nagyon remélem, hogy ott lehetek, és hogy egy jó formában lévő Háfra Noémit láthatnak majd a szurkolók is, és én magam is azt fogom majd tapasztalni, hogy igenis jó formában vagyok, és tudom segíteni a csapatot ezen az olimpiai selejtezőn. Ugye most két Svájc elleni Eurókupa meccs következik, de nyilván már itt az olimpiai selejtező van a szemek előtt. Arra készültök mondhatni ezzel a két meccsel? Igen, már róluk is beszéltünk. A selejtezőn, akik Japánnal, ugye inkább Japánra készültünk most jobban, viszont azért Svájcra is felkészülünk. Mit szólsz ahhoz, hogy Kácsor Gétes most került vissza a válogatottba, ugye szintén a te posztodon? Pont egy szobában vagyunk, és mondtam neki, hogy na, visszatértünk egyszerre, hát már nagyon régóta vagyunk úgymond válogatott csapattársak, úgyhogy én nagyon örültem neki, amikor nagyon jó formában játszik, nagyon jó szezont megy, és mondtam, hogy igenis megérdemli ő is, hogy itt legyen, és hogy itt a helye neki, és hogy harcoljon ő is, hogy olimpiáját menjünk nyáron. Nonival nagyon jó a kapcsolatom, szóval már azért nagyon régóta ismerjük egymásokat, játszottunk egymás ellen, és még a szobatársam is lett, szóval tényleg én nagyon örülök neki, hogy ő is itt van. Mekkora álom? Nyilván ott voltál Tókióban, de azért az mégis egy covidos olimpia volt, szurkolók nélkül. Mekkora álom Párizs ott lenni, tényleg mondhatni egy normális olimpián?
Ja, nagyon nagy álom. Én amióta visszatértem most a sérülésem után, csak ezen jár a fejem, hogy visszakerüljek a válogatottba, és konkrétan nagyon nem tudom, fura ez a szó, manifestálom, hogy olimpiára fogunk menni, és minden nap erre gondolok, hogy én ott leszek a csapatban, ott lesz a csapat az olimpián, és megérdemeljük, hogy tényleg ott legyünk, úgyhogy szurkolók előtt nem csak kézilabdát láttunk, ki tudunk menni szurkolni más magyar csapatoknak, magyar sportolóknak, ez egy nagyon nagy esemény lesz, úgyhogy kis rázott a hideg. Nagyon szeretnék ott lenni, úgyhogy tényleg egy álom válna valóra.